Hétfőtől 6 gömbkőr is hirdeti Albánia és Magyarország jó diplomáciai kapcsolatát. A 2000-ben Kastrióta Györgyről, ismertebb nevén Skander Bégről elnevezett téren évek óta megünneplik a két nemzet barátságát, illetve megemlékeznek Albánia legnagyobb nemzeti hőséről. Ennek újabb kiemelkedő példája a faültetés, hangzott el az eseményen. Onnan jött az ötlet, ha már van egy Skanderbeg tér, jövőre lesz egy Skanderbeg mellszobor, akkor ültessünk fát és csináljunk egy Skanderbeg külső asztalt. Farkas Attila alpolgármester a két nemzet példaértékű jó viszonyát emelte ki beszédében, és elmondta, mindig örömmel veszik a konzulátus javaslatait, amely a tér szépülését és fejlesztését szolgálják. Két évvel ezelőtt tiszteletbeli konzul úr megkeresett minket, hogy a jelenleg itt található Skanderbeg emlékmű helyén egy mellszobrot szeretnének létesíteni, hasonlóképpen, mint ami Budapesten a Városligetben található. A tavalyi évben ezt a kezdeményezést a képviselőtestület jóvá hagyta. A tervek szerint jövő márciusban már egy Skanderasztalon is összemérhetik tudásukat az egriák a téren, Kelemen László országos és Európa bajnok Skander versenyző közreműködésével. Történelmi források szerint ugyanis Skanderbeg alapította a nevét viselő sportágat, hangzott el. Kihelyezzük kültérre, ahol egy séta köze belebotlik valaki, és úgy tudom értelmezni, hogy csak nyomnak egyet rajta, kipróbálhatják a Skandert gyakorlatilag. Jövő márciusban a Skander asztal mellett egy mellszobrot és egy új emléktáblát is kap a tér.